Voltak nehéz pillanataink, de így utólag nagyon örülünk, hogy így sikerült, úgyhogy nyugodtan mehetünk az Európa-bajnokságra. Kovacsics Anikó, a győri Audietto KC irányítója, ezt még a Kolozsvár elleni BL csoportmeccs után nyilatkozta televíziónknak. Közvetlenül klubcsapata meccse után ugyanis negyed magával a válogatott edzőtáborába vonult. A Herr Orsolyát, Görbic Anitát, Orbán Adrient, Rédei Sós Viktóriát és persze Kovacsics Anikót is soraiban tudó válogatott a hétvégén megnyerte az ukrajnai Turcsin kupát, hétfőn pedig pihenőt kaptak a lányok. A keret tagjai keddi éjjel találkoznak Szegeden, ahol tovább folytatódik a felkészülés. Egészen jövő hét hétfőig gyakorol itt a válogatott, többek között zárt kapus edzőmeccset játszik Brazília legjobbjaival, de Görbicék megnézik a Szeged-Zágreb férfi BL meccset is. December 3-án aztán irány Szerbia, Újvidék az EB helyszíne. Nehéz csoportba került nemzeti együttesünk az olimpiai résztvevő horvát és spanyol válogatottal, és azzal a Németországgal, amelyen mindig kiki meccset vív. A szövetség az első hadba kerülést tűzte ki célul a válogatottal szemben, ezt mindenképp teljesíteniük kell a mieinknek, persze egy érem igazán szép eredmény lenne.